Játszunk egy kis barkóbát. Vagy valami olyasmit. Ki kell találnotok, hogy mi is az pontosan, ami a következőkkel jár. Lüktető fejfájás. Folytonos hányinger. Kimerültség. Későnkelés. Táskás szemek. Hiányos emlékezet vagy teljes képszakadás. Na? Jó, akkor annyit mondok még, hogy feltehetőleg az előző estén fantasztikusan érezted magad. Szervusztok, üdvözlök mindenkit! Ha érdekelne, hogy a másnaposság fogalmát miképp ültettem át a Dead by Daylight-ba, akkor tarts velem! Ugyanis elhoztam a szülinapi minisorozat záró részét a Goosebump mai videójában. Ahhoz, hogy a lehető legjobban le tudjuk képezni a másnaposság mi voltját és meg tudjuk ragadni az esszenciáját, szimuláljunk egy helyzetet egy másnapos ember szemén keresztül. Szerintem sokaknak megvan az érzés. És igazából az intróban már adtam egy kis ízelítőt azoknak, akiknek még nem volt ehhez szerencséje. Úgyhogy mindenféle további időhúzás nélkül nézzük is a buildem. Itemnek pedig egy barna medkitet hoztam, csak hogy összhangban legyen az általam használt perkekkel. Viszont, mielőtt rátérnék magára a meccsre, ki kell adnom egy figyelmeztetést. Azoknak a játékosoknak, akik régebben vagy akár jelenleg is aktívan játszanak solo queue-ban, csak és kizárólag saját felelősségre vagy pedig egy SVF játékos felügyeletében ajánlott a meccs megtekintése. Tehát, hogy nem akarok spoilerezni, de ebben a meccsben én leszek az a csapattárs, akit legszívesebben kitörölnél a játékosbázisból. De hát én szóltam. Nézzük is. Jó. Igazából gyilkos függő, hogy mennyire lesz egy nagy kaotika. Úristen, de megijedtem, azt hittem, hogy egy Jake, nincs is velünk Jake. Nem baj egyébként, hogy alattam onnan zavar van, mert ez nagyon a pálya szélén van ugye egy sarokban. Úgyhogy szerintem az még jó is lesz, ha a többiek is okosan haladnak a genekkel. Még mindig a mainnél lennének, vagy hát lettek volna, mert már nem. Jep. Ú, de le van maradva a Nemi. Ugye az ott nem egy zombi volt. De... jó, megvan egy generátor. Viszont nagyon durván mindenki itt van egyébként. Szerintem nem is vissza, mert aha, lejött a Hediről. Hedinek amúgy még nincs is magyar nevem, neki kell valamit találni neki. Kérdés, hogy vajon rám jössz, csak mert én annyira nem akarom amúgy. Ne! Kata! Ajaj, jó, nem baj, készen a második gen, az annyira nem rossz. Megint, vagy hát inkább még mindig nagyon egy helyen vagyunk. Á, világomról nem tudok egyébként. Na, az kéne ott, de... igen, nem vagyok valami távol Lionéktól, mondjuk remélhetően nem mi fog összeesni.
Hát mondjuk még várjuk ki azért a végét, szerintem... Jó, eddig amúgy adom, hogy én vagyok a Jenjoki. Eddig én minden klappolok. Gyerünk a team! Mindjárt jön az adra. Nem. Ne! Úristen! Én vagyok. Úgy gyere rám, kérlek, valaki pedig most azonnal szedje fel a katát. Jesus, Jesus! Már mennek is vissza. Mennek? Többen is mennek vissza. Én megyek oda. Katalin nagyon ki lesz szakadva, ugye nem konzolos? Jó, nem. Akkor nem fogom látni a kiakadását. Pláne, ha még meglátja, hogy milyen buildem van. Az jáó. Úristen, Klára. Ez amúgy nem olyan biztos, hogy... Annyira nem érdekel, mert neked most azt még a szét kell törni. Jesus, amúgy szerintem kívülről nézve, hogyha Kata még itt a meccsben, olyan vibe lehet, hogy nem tudom, odaadtam kisöcsimnek, hogy játszom majd picit a DBD-vel. Á, be is akadok a valamibe. Ez amúgy, ja, több mint valószínűleg meg lesznek, igen. Ha Leon most leszed, jó, szerintem is fuss el tovább. Mert akit most elkap, az szerintem már kéne nem jut. De rendes vagy, tudnád, mit csináltam a katával? Én még nem néztem a kapukat, tényleg olyan vagyok, mint egy rossz kezdő. No hate egyébként a kezdőknek. Amúgy szerintem... Nem kempel, ho-ho. Na most Fosi van. És rajta van a Hedin. Hát a Leonért már nem tudunk visszamenni, sőt nem tudom, hogy a Hedi egyáltalán idejére. Mert szerintem az adrától még ki van fáradva, ha lenne is izós csömperkje. Gyere, úristen Hedi, úr is, ezt meg kell néznem. Annyira rossz, mert nem érdemlem meg, hogy kimenjek. Vagy ilyen extrém módon nem érdemlem meg. Aha, ott jön a Nemesis. Leon. Leon! És rá is megy. Jó, ez GG igazából. Slugcsi van. Kérdés, hogy mondjuk odaérek a vajon Hadiért. Tibor! Tibor! Kusolj már el! Szerintem amúgy tökre nem fogok odaérni Hadihoz. És nagyon pipa leszek. Én egyébként a mondó vagyok. Hogy másnaposan ez teljesen átlagos, teljesen minden, de ha még én sem jutok ki, akkor én nagyon pipa leszek, uram atyám. Úristen, jó. Jó, jó. Megyek. Már itt se vagyok, nem ez is. Úristen, nagyon ver a szívem, hogy nincs nálam semmi. Csak egy dili barna medkit, amivel felülhetnék a polcra a dísznek körülbelül. Jó, kint vagyok. Én amondó vagyok, hogy ezt nem erőltetem tovább. Tehát nem keserítem meg több csapatnak a játékát. Tehát, hogy legalább nekem sikerült kijutni. És mielőtt egy másodperccel tovább is tudnánk gondolkodni, hogy mennyire voltam haszontalan, sőt, sokszor kárdékony a csapat számára, nézzük is a gyilkos kört. Azonban egy picit most máshonnan nézzük a dolgokat. Vizsgáljuk meg egy picikét közelebbről az előző szituációnak egy alternatív változatát. Szerintem innen már nem is kérdés, hogy kivel leszek.
Viszont mivel gyilkosként nem vagyok valami magabiztos, bár egyébként az előző kör után már szerintem túlélőként se, ezért egy rémálomhoz méltóan a Freddy 3 sajátos perkét választottam a Biedem fő részének. Első perkem a Fire Up. Minden egyes alkalommal, amikor egy generátor elkészül, plusz 4%-os gyorsaságbónuszt kapok a túlélők felvételéhez és ledobásához, ablakon való átmászáshoz, valamint generátor, fal és raklap szétrúgáshoz. Következő perkem a Remember Me. Minden egyes alkalommal, amikor megütöm az Obsession-t, 4 másodperccel több idő lesz kinyitni a kaput. Ezt maximum 16 másodperccel tudom meghosszabbítani, viszont az Obsession-re ez nem lesz érvényes. Freddy utolsó perkje pedig a Blood Warden. Ha ki van nyitva legalább egy kapu és felakasztasz egy túlélőt, az entitás mind a két kaput lezárja 60 másodpercre. Valamint a perk passzív hatása, hogy látni fogod a kapuban tartózkodó túlélők auráját. De mivel Freddyvel igenis sűrűn szoktam gyengélkedni, ezért adtam még magamnak egy negyedik rémálomszerű perket. Ez pedig Spirittől a Hex Haunted Ground. Két Alhex totem fog spónolni a játék elején. Ha ezek valamelyikét szétszedi egy túlélő, akkor mindenki megkapja az exposed hatást. Ameddig ez rajtuk van, akkor az egészséges túlélőket is egyetlen ütéssel a földre tudom küldeni. Freddy alaptócsáj helyett pedig álomraklapok lesznek nálam, szám szerint egyébként 7, és ha ezekkel interakcióba lépnek a túlélők, 60 másodpercre megkapják a vakság hatást. Most pedig, hogy megvagyunk a körben látható bildem magyarázatával, nézzük is, hogy sikerült-e bármit is kicsikarnom ebből a meccsből. Jó, ennek túlélőként nem nagyon örülök, mert alig van rajta palett általában. De jó, most főleg így a Dream palettekkel amúgy lehet, hogy ki tudok belőle valamit hozni. Ott is van a Rebecca. Meg ő is. Jó, innen jövünk is vissza. Hello, hello. Igen, szeretném, hogyha erre fele maradnánk, mit szólsz hozzá. Nagyon jó, hogy ki is a kiválaszt. Kiválasztott a rögeszmén. Jó, a Fang. Ja, ez a loop egy rémálom amúgy Dream palettek nélkül, de nem sokáig maradt velem itt, szóval nem panaszkodom. A Rebecca felébresztette magát. Hát, ha nem vette észre, elősen kétlem azért, de... Nem mondott komolyan, hogy előtted raktam le, és nem... Mikélem, Mikélem. Valahogy gondoltam, hogy azok ennek nekiálltak. Gondoltam, hogy lesz egy hedonit. Mi történt a Rebekával, te hülye? Az komoly seggpalett volt. Most nézem, hogy a Rebecca magyar lenne, ilyen névvel. Hello, ezt vissza szeretném tenni, jó? Ja, hogy itt meg leugrott. És ez pont a Feng úristen, gyere ide most azonnal, kérlek szépen. Anyás, de nem látok semmit. A Feng viszont alszik. Aj, de lesett kaksiz a fejemet. Ez egy érdekes útvonal. Úristen, te most... Te most nagyon megkaptad a magam. Amúgy nem is nála van. A zseblámpa, aha. Úristen, ha ez most sikerül. Kérlek, úristen, nagyon jó palettet választottál. Úristen! A Fenget szedjétek fel, mert még kell tőle a token jelző miatt TOSZ az. Úristen, nagyon király, jó. Jó, játszhatjuk ezt. Én nagyon szívesen benne vagyok az ilyenfajta mókákban. Okés. Annyi, hogy a Fanget viszont majd a picikét meg kéne sanyargatni, hogy ő ne tudjon kaput nyitni endgame-nél. Aj, ez egy igazi raklap. De tovább futsz. Megérte, Mikélem? Megérte szabotálnod? Szerintem se.
Aha, visszajöttek ehhez a gáhez. Hello, hello, szia, szia. Jön, ott van a lámpa. Jó, azt nem szereli senki, szerencsétek van. Nem futottál? A Yui miért tett egy kört? Azt hitte, hogy leállok vele ott kergetőzni. Hát az is ott egy Dream Ballet, szóval én nagyon szívesen jövök veled ide. Jep, jep. Szerintem ezt visszarakom, de csak az egyiket, hogy igazinak tűnjön. Itt viszont még van palett. Szerencsére, ugyebár? Oda hova fel? Várj már, hova lett a nő? Jó, itt van valami. Aha, ott fut a pályaszélén. Én akkorát rávágtam arra a szerencsétlen ládára egyébként. Hello! Itt egy igazi palett van. Na jó. Meg is érdemled. Nem. Nem csinálunk ilyet. Esküszöm, valakit hallottam totyogni a mocsárban. Azt agentem, hogy nagyon szívesen hagyom, hogy megcsinálják. Szinte felajánlom, hogy csináljátok meg. Úristen, ezt nagyon benéztem ezt a távot, te hülye. Jó. Jó, ezt szeressük, mikor segít picikét az aim. Ja, ott egyik paletség az, úgyhogy nagyon... Nagyon szívesen lúkolok veled. Hello, hello. Igen, segíthetek? Jó. Hát ha nem, akkor nem. Nagyon az ide egyébként a jó, hogy kamu teleportálni fogok. Ez egy farang. Mikéla, Iron Will-es lenne egyébként? Mert szerintem Iron Will nélkül ezt... ez kicsi merész lenne beadni ezt a plét. Már itt van a fang is. Jó, amúgy én simán látok rá esélyt, hogy ezek tudnak majd kaput nyitni. Jó, nagyon király. Ez egy... nem, ez nem egy light. Még egy darab igzós csömperkel nem találkoztunk, mi van itt? Jó, most már csak a headshot... Jelen, te még second fokos leszel, vagy? Biztos, hogy bent van egy szekrényben. Szerintem ő meg amúgy megöli magát. Az ott egy totem volt, vagy a... Az ott egy totem volt, nem a Rebecca. Ne! Ó, GG egyébként. Jó, ott a Yui szépen húzta az időmet, de azért szerintem abban megegyezhetünk, hogy a gyilkos köröm mérföldekkel jobban sikerült a túlélősnél. Még a rengeteg bénázással és a viffeléssel együtt is. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Remélem, hogy élveztétek ezt a szülinapi, hónapi minisorozatot, és az utolsó rész is szórakoztató volt. Mit gondolsz? Sikerült jól lefordítanom a másnaposságot a DBD-ben? Írd meg véleményed a hozzászólások között. Ha pedig tetszett a videó és szívesen látnál még ehhez hasonló tartalmakat akár a jövőben is, akkor nyomd meg a lájkot, és iratkozz fel a Goosebump YouTube csatornára. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!